Lehet, hogy tényleg ez lesz egy ilyen 21. századi közművelődési modell. Hogy ránk lehet csatlakozni és feltöltünk, de ha belenyúlsz, megbaszolt. Teljesen politikamentes sztori. Járjunk ki azokért, akiket bármilyen diszkrimináció ér. A Connector Inkubátor ház 2020-ban alakult, azonban a Covid miatt egy évet csúsztak a felújítások, ezért csak 21 októberében tudott megnyitni. A ház első lakója a Budapest Bike Mafia volt, azóta 10 különböző szervezet vette birtokba az épületet. A projekt ötletgazdáival és a házban lakó néhány szervezet képviselőivel beszélgetünk. Mi hívta életre a Connector Inkubátor házat? Igazából a hiány hívta életre, meg az, hogy találtam végül is egy olyan épületet nagy nehezen a kerületbe, ahol egy hasonlót meg lehetett csinálni. Nagyobba akartam, mert a hiány az nagyobb az igény. A fővárosban egy hasonló helyekre, meg közösségi terekre, de hát nagyjából minden nagyobb épületet eladtak az előző városvezetés, ahol ilyet lehetett volna csinálni, úgyhogy itt a Nagyvárad tér közelében, a Vágóhíd utcában találtam a Volt Novus Surinak a helyszínét, ami erre alkalmas. Én foglalkozok régóta úgymond alulról építkező közösségek szervezésére, több ilyennek voltam tagja, és több ilyenben vettem részt a szervezési feladatokban is, és ezt tudta rólam Döme Zsuzsanna, Szuzi, akivel korábban volt szerencsém együtt dolgozni, még a dinoszauruszok korában, és amikor jött ez a lehetőség, hogy ő alpolgármesterként szeretne csinálni egy helyet, akkor beszélt nekem erről, hogy van neki egy ilyen terve, és hogy jöjjek, nézzem meg, és mit gondolok erről, és akkor kaptam egy lehetőséget, hogy legyek a koordinátor ennek a háznak, és segítsen ennek a helynek a létrejöttét. Voltak hasonló helyek Budapesten, nagyjából az elmúlt években ezek mind bezártak, és én ezeket az előterjesztésbe soroltam, és nyilván volt ilyen a Műszi, a Tűzraktér, amire már alig emlékszik valaki, és most akkor, amikor én a Connectort elindítottam, akkor zárt be éppen a Dürer kert, illetve mellette a Keleti blokk, ami több száz hasonló szervezetnek adott helyszínt. Alapvetően pályázat útján lehet hozzánk bekerülni. Az első ami nyitásunkkor 10 termet tudtunk úgymond felújítani, kinyitni a bérlők felé, és Szuzi ötletére nem egy pályázati körünk volt, hanem 3 pályázati körben béreltettük ki ezt a 10 termet, ugyanis már akkor is szerettük volna megalapozni a közösségnek az alapját azzal, hogy úgymond az első 3 bérlőt azt mi döntöttük el, Szuzi, a Bike Mafia, aki már itt volt, és én, és akkor a következő 3 bérlőt már 6-an döntöttük el, és utána a következő 3-at már megint a újonnan bekerült emberekkel. Tehát szerettük volna, hogy azok az emberek, akik itt teremhez jutnak, már a kiválasztási feladatokban részt vesznek, és akkor el tudják dönteni, hogy ki azok, akikkel esetleg el tudják képzelni a közös munkát a jövőben, vagy akikkel szeretnének együtt dolgozni, vagy egyáltalán egy közösségben lenni. Hát én ígéretet tettem, hogy olcsó megoldásba gondolkozom, tehát nem 100 milliós intézményt akartam létrehozni, hanem az érdekelt, hogy tud-e az önkormányzat gazdája lenni, jó gazdája egy ilyen együttműködésnek a civilekkel. Mindenkinek egy szavazati joga van, ugyanúgy, hogy nekem, mint koordinátornak, mint Döme Zsuzsannának, mint alpolgármester, ugyanúgy minden bérlőnek egy szavazati joga van, és így együtt egyezünk meg általában a feladatokról és a fejlesztésekről. Milyen szervezetek és egyének kerülhetnek be a Connectorba? Igaziból bárki bekerülhet, az a koncepcióit megint, hogy hogyan lehetne valahogy ezt a hagyományos értelemben vett közművelődési funkciót az önkormányzat részéről bővíteni. Tehát mi nem azt mondtuk meg, hogy milyen jellegű tevékenységgel jöhetnek, hanem azt, hogy lehetőleg egy-egy fajta tevékenységet végzők közül csak egy-egy szervezet legyen. Tehát első körben nem azt akartuk, hogy akkor ott van 20 képzőművész. A koncepciónak pont az a lényeg, hogy a saját teremben olyan tevékenységet végez, amit szeretne, ami neki az alaptevékenysége, amihez ő helyszínt akart, viszont a közös helyiségekben, meg a nagy teremben, tehát magának a Connectornak a programjai úgy állnak össze, amiket ezek a szervezetek beleadnak. És így tudtuk azt, hogy ez legyen változatos. Úgyhogy vannak kicsit ilyen szociálisabb alkotó dolgok, recycling, iparművészettel foglalkozó szervezetek, van a Bike Mafia, ugye ők konkrétan ilyen mindenféle adományozós, főzős hálózatokat, meg kezdeményezéseket csinálnak itt, de vannak drámapedagógiai műhelyek is, vannak színpadi dolgok is,
és van a MOOC például, akik meg aztán teljesen összművészeti, mert hol képzőművészek, hol rendezői nemzetközi rezidens programokat hoznak a házban. És majd most már lesznek zenekarok is, ha minden igaz, ugyanis az alaksorban is elkészültek a hangszigetelt próbatermek, úgyhogy ezeket is még pályáztatjuk majd. Szóval a Connector terem pályázatnak a pályázati kiírásában mindig szerepel átlátható módon, hogy mit pontozzunk, milyen szervezeteket verünk, és milyen jellegű tevékenységeket. És ott van egy olyan pályázat, vagy olyan kategória is, hogy ha Suzi haverja valaki, az hány pontot ér, és ez sajnos nullát. Mi volt az épület, mielőtt beköltözött volna a Connector? Ott egy alapítványi művészeti iskola, a Novus működött, de addigra már pár éve ott hagyták az épületet, tehát konkrétan üresen állt. Vicces dolog az, hogy én is felvételiztem ide még nagyon régen, amikor ez a művészeti gimnáziumként üzemelt, és sajnos nem kerülhettem be, de most ugyanabban az irodában ülök, ahol nekem azt mondták, hogy amire szimpatikus vagy, de most sajnos nem, csak most az asztal másik oldalán koordinátorként, úgyhogy ez egy ilyen vicces személyes történet ide. Honnan jött a név, hogy Connector? Hát volt itt egy maratoni névadó esemény, ugyanis azt tudni kell, hogy itt a felújítást, azt önkéntesekkel végeztük, ebben a két farkútja pár passzivistáinak is nagy szerepe volt, ezúttal is köszönjük szépen nekik, nagyon sokan voltak itt tőlük. Hát úgy kezdődött, hogy játszós ruhára öltöztünk, és elkezdtük felújítani, úgymond, ez nyilván tisztasági festést, pakolást, rendrakást, csutakolást, ablakmosást, hasonlókat jelentett, ezek folytak hetekig, rengetegen segítettek, nagyon sok önkéntes jött, és akkor utána már el is kezdtük a termeket pályáztatni, az a felkértés, hogy a saját termet már mindenki úgy alakítja majd, ahogy szeretné. És ez történik is, van, akik festenek, van, akik álmenyezetet szereltek, tök jók most arra. És volt egy, azt hiszem, 4 hétvége, amikor itt mindent lecsiszoltunk, átfestettünk, kipakoltunk, lemostunk, ilyesmi, és akkor ennek az eseménynek az utolsó vasárnapján Suzi mondta, hogy addig nem megy el innen senki, még nem találunk nevet. Azt hiszem egy ilyen 6-7 órán keresztül több száz nevet felírtunk, de egyik sem tetszett, aztán végül is hazamehettünk, és másnap Suzi küldött egy SMS-t, hogy megvan, legyen Connector. És ennek ugye az lenne az értelme, hogy ránk lehet csatlakozni, és feltöltünk, de ha belenyúlsz, megbaszódsz, tehát hogy mint a rendes Connector, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne szóljanak bele. Az önkormányzaton kívül természetesen mások az itteni munkában. Vannak vállásaik a bérlőknek, amikkel a közösséget támogatják, ezek milyen jellegű vállalások, és hogy valósulnak meg? Alapvetően a feltétele, hogy valaki ide bekerüljön, ugye kedvezményes bérleti díjon tudjuk az önkormányzatnak köszönhetően bérbe adni a termeket, és nem csak ez, hanem a nagy teremben például ők ingyenesen szervezhetik a saját programjaikat egy beosztás szerint, és ezért cserébe végül is annyit kérünk tőlük, hogy a minimum, amit tenni kell, az évi 12 ingyenes és nyitott program megszervezése, és akkor ugye a pályázat elbírálás, akkor ez is egy fontos szempont, hogy úgymond mi az, amit fel tud ajánlani, amivel mi kulturális és szociális értéket tudunk teremteni a kerületben. A Budapest Bike Mafia 11 éve végzi a legkülönbözőbb karitatív tevékenységeket, ők voltak a Connector első lakói. Erről kérdezzük a szervezet alapítóját. A Connector első lakói tulajdonképpen igen, mi voltunk, és úgy jött, hogy a Ferencvárosi Önkormányzattól kértünk segítséget abban, hogy valamilyen önkormányzati ingatlanra van szüksége a Bike Mafiának. És akkor mondta a Döme Zsuzsa, hogy van egy ilyen gondolat, hogy legyen egy művészeti és szociális, nem tudom, inkubátorház, de teljesen politikamentes sztori. És akkor azt mondtuk, hogy ez tök jó, és gyakorlatilag így kerültünk be Bike Mafia-ra a Connectorba. Sőt, az első alkalom akkor még közösen választottuk ki azokat a jelentkezők közül, hogy kik azok a rokonszenves szervezetek, akik elsőnek utánunk. Elsőként belakhatják a helyet. Ami pedig a közösködést illeti, hát alapvetően mi mondom, a főzéssel vagyunk itt, illetve cégeket szoktunk idehozni szintén olyan programokra, ami a Bike Mafiát bemutatja, csapat építünk velük, nekik, főzünk, szendvicset készítünk, és aztán utána adományozunk. 11. éve működünk gyakorlatilag, nehéz behatárolni azt, hogy mivel foglalkozik, tulajdonképpen mivel nem. Ugye alapvetően úgy indult a Bike Mafiát 11 és fél évvel ezelőtt, hogy bringába körbe mentünk a városba, és hajléktalan embereket kerestünk, akiknek tudtunk segíteni. És ez egy pár évig ment, és különböző, hát viszonylag kreatív projekteket találtunk ki ahhoz, hogy rászorulók életét segítsük. Legyenek hajléktalan emberek, rászoruló családok, különböző társadalmi csoportok. Mára már
tizen sok projektünk fut folyamatosan, és egy gyakorlatilag adományokat koordinálunk, veszünk, kérünk és adunk tovább. Tehát gyakorlatilag egy ilyen útja is van a Bike Mafiának, és nagyon nagy számban tudunk érzékenyíteni, és olyan projekteket, olyan programokat találunk ki, amiknek köszönhetően innováljuk a szociális ellátást magát is. Ugye 6 évvel ezelőtt elkezdtünk kerteket telepíteni, illetve a helytelen szálloknak a területén zöldítettünk és kerteket telepítettünk azért, hogy hajléktalan emberek saját maguknak tudjanak a szállón zöldséget termelni. És ennek van egy új verziója, most már egy farmot kezdtünk el üzemeltetni, vagy kezdünk el most áprilisban üzemeltetni, aminek köszönhetően állami gondozott fiatalok, illetve családok kapnak majd ott lehetőséget arra, hogy valamilyen jövőt építsenek. És mellette megtanulják a kertészet csinyát-binyát, tehát hogy itt fűszernövényekről beszélünk és zöldségekről. Van egy kis zászlós hajó szerepe a Bike Mafiának a civil szférán belül. Ezt nem nagy képűségből szerettem volna mondani, hanem azt érezzük, hogy erre baromi nagy szükség van. Az önkéntesek miben vesznek részt jellemzően? Aki ilyen hozzátok önkéntesnek, miben tud segíteni? Az első kapu, amivel minket ugye, hogyha megtalálnak, akkor javasoljuk, az a Vitamin Kommandó. Ez az, ami 11. éve megy, ez a legrégibb, legősébb, amikor kimegyünk az utcára hajléktalan emberekhez és segítünk takaróval, melegteával, étellel, információval, stb. És eljönnek hozzánk kenyeret kenni, annak a csapatnak lesznek a tagjai. De például a háttérmunkában is jelentkeznek már emberek, tehát hogyha valaki, mondok egy példát, remekül vág operatőr, vagy éppen vágó, vagy éppen valamilyen filmes munkát, vagy akármilyen kommunikációs területen tud munkát vállalni a sajátja mellett, mert mondjuk ebben profi és van annyi szabad ideje mellette, akkor így is tudunk együtt dolgozni. Meg annyi önkéntes dolgozik velünk a háttérben itt. Ezen a ponton kicsit azt érzem, hogy a Budapest Bike Mafia kinőtte a nevét. Mindig jelentkezünk valami újjal, tehát mindig van valami olyan újja évről évre a működésünkben, ami egy kicsit jobban felhívja magunkra többek között a figyelmet. Ilyen például nekünk a Balaton projekt, amit tavaly nyáron csináltunk meg először. Idén folytatjuk, egyrészt viszünk családokat a Balatonra nyaralni, akik még soha nem voltak a Balatonon, és szállókra, hajléktalan szállókra és családok átmeneti otthonában meg elviszük a balatoni életérzést lángosossal, fagyissal, bajszos szintissel, meg kertmozival és bulival. Tehát, hogy gyakorlatilag akik már soha valószínűleg jó esélyesen soha nem jutnak el a Balatonra, nekik elviszük a balcsit. Mire használjátok a konnektort? Itt gondolom a Vitamin Kommandónak az egyik fontos helyszíne, de milyen programjaitok vannak itt? A konnektort gyakorlatilag ugye itt főzünk, tehát a kertben kint szoktunk főzni, de a Vitamin Kommandó az máshonnan indul a belvárosból, és a konnektorban a nagyon hasonló a sztori igazából, csak itt nem szendvicsek készülnek, hanem egy tál étel, és gyakorlatilag ezt visszük el vagy az utcára, vagy pedig különböző olyan helyekre, átmeneti szállókra, melegedőkbe, ahova egyébként nem jutna étel. És a konnektor egyébként abból a szempontból egy nagyon nagy könnyebbség a mi életünkben, hogy például amikor a pandémia volt, akkor tudtunk akciózni, és azokat a nagy akciókat, amikor tényleg óriási segítség kellett az utcán, mert kijárási korlátozás volt, stb. Azokat itt, ez volt az egyetlen helyszín, ahol ezeket az akciókat szervezni tudtuk, biztonságban összehívni az embereket tudtuk, maszkal és kesztyűvel és mindenben, tehát hogy gyakorlatilag ebből a szempontból nekünk egy nagyon jó rendezvény helyszín a konnektor. Mivel foglalkozol itt a konnektorban? Itt a Konnektor Házban én a Test és Lélekszépítő Alapítvány kurátora vagyok, egyben szociális munkás, adományszervező, különböző projekteket is szoktam szervezni, life coaching csoportokat szervezek, személyre szabott karácsonyi ajándékozást szervezek olyan családoknak, akik anyagilag nehéz helyzetben élnek, kozmetikus vagyok, fodrász, manikűrös, és itt szépségápolással szoktam segíteni a kerületi, illetve a környező kerületi családsegítő szolgálatok ügyfeleit, illetve akár egyéb szervezetek, alapítványok ügyfeleinek is szívesen segítek.
Mentálhigiénés szakember is vagyok, mindamellett, hogy szociális munkás, tehát, hogy én nagy hangsúlyt fektetek azokra a beszélgetésekre, amik itt a szépségápolás alatt folyik. Sok olyannal találkoztam, akik nem mernek bemenni családsegítőkbe, mert attól félnek, hogyha bebizonyosodik róluk, hogy esetleg nem tudnak megfelelő ellátást nyújtani, most nem csak a hajvágásról beszélek, hanem mondjuk nincs elég ételük, stb., akkor még bizony hát védelembe is kerülhet ez a gyerek, vagy kiemelésre, szóval nekem nem célom az, hogy én most azért küldjek valakit a családsegítőbe, hogy le tudja vágatni a haját. Tehát, hogyha ő leírja nekem, hogy milyen helyzetben van, és ha tudok, akkor segítsek, mert mondjuk állást keres. Hát nekem tényleg csak az a lényeg, hogy ezzel a szépségápolással segítsem az embereket abban, hogy kikerüljenek abból a nehéz élethelyzetből, ami miatt neki erre nincsen pénze. Tehát, hogy nincsen állásom, akkor nem tudom levágatni a hajamat, a körmömet, viszont nem tudok elmenni egy állásinterjúra, mert nehogy magának nem tudja ugye megcsinálni az ember, meg lehet, hogy lelkileg sincsen kész rá. Tehát lehet, hogy kell neki egy kis megerősítés, egy kis bátorítás. Tudok segíteni neki abban is, hogy hogyan készítsen el egy önéletrajzot, egy motivációs levelet. Tehát én dolgoztam családsegítő szolgálatoknál, képben vagyok azzal, hogy mit kérnek ezeknél az állásinterjúknál, hogyan készítik fel az ügyfeleket ezekre az állásinterjúkra. Úgyhogy nekem ez a tervem. Szocmunkásként is azt tudom csinálni, hogy a megfelelő helyre irányítom őket. Tehát azt el tudom mondani, hogy hol milyen segítséget tud igénybe venni, legyen az akár állami, legyen az akár alapítványi vagy civil szervezet. Hát szoktam ilyen demonstrációkon részt venni. Egyrészt emberileg is, ugye a saját hitrendszerem meg az értékeim alapján, másrészt szociális munkásként is, ugye, hogy álljunk ki azokért, akiket bármilyen diszkrimináció ér például. A Szuzival először a Blaha Lujza téren találkoztam, ott csináltak egy ilyen szabadfogast, és akkor én ott közben a hajléktalan embereknek vágtam a haját demonstrációképpen. Azt láttam, hogy nincs ilyen, ami volt, az is bezárt, és én azzal a felkiáltással nyitottam, hogy azt tudom, hogy ez önmagában kicsi, vagy kevés az egész fővárosnak, de hogyha minden önkormányzat csak egy hasonlót tud indítani, akkor az már segít a budapesti alkotóknak, meg szervezeteknek. Lehet, hogy tényleg ez lesz egy ilyen 21. századi közművelődési modell, mert sokkal olcsóbb, tehát a költségvetése a konnektornak eltörkül a mondjuk egy FMK vagy egy ilyen művelődési ház mellett. Itt összesen egy darab koordinátor van, akinek az a feladat, hogy 4 órában ezeknek a szervezeteketnek a munkáját koordinálja, és azt biztosítsa, hogy ők tudják csinálni a programokat. Tehát ez egy picit másképp van, és mondom, most már József Attilán is vannak ilyen termekben szervezetek.